Ukrajna mintegy 2000 állampolgára jelezte, hogy szeretné elhagyni Izraelt. 270-en a gázai övezetből akarnak elmenekülni, közölte Jevhen Kornícsuk Ukrajna-izraeli nagykövete egy interjúban. Néhány nappal ezelőtt 360 ember hagyta el az országot légiúton. Ezek többnyire nők és gyerekek. Körülbelül 1800 állampolgár, aki kitöltötte a kérdőívet és hajlandó fizetni a repülőjegyekért, szintén regisztrálva van a nagykövetség honlapján. A jegy ára most 399 euró, mondta Jevhen Kornícsuk. A nagykövet megjegyezte, további 3-4 járat megszervezésére lesz szükség, hogy minden jelentkezőt elvigyenek. Az állampolgároknak lehetőségük van az önálló evakuálásra is. A diplomata szerint Palesztinában mintegy ezer állampolgár szerepel a konzuli nyilvántartásban, jelentős részük Gázában. Eddig 270 ember egyezett bele önkéntesen a kitelepítésbe. Az emberek többsége egy helyen tartózkodik a déli szektorban, a Rafahi ellenőrző pont közelében, várják az átkelő megnyitását, mondta a nagykövet.